Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls 2-t. Itt vagyunk valami várban, egy csomó lávával körülöttünk, úgyhogy... hát kíváncsian várom, hogy mi fog itt történni. Egyelőre nem tűnik egyszerűnek a helyzet, de majd meglátjuk. Sok az Invader, kettőt már lenyomtunk belőle, de van még egy harmadik. Úgyhogy őt is majd el kell intézzük. Úgyhogy ez a mai program. Szép estét, Sedit, addig köszönöm a csírt. Szia, üdvözöllek. Ja. Elnézéseteket kérem. Közben én itt iszom az esti smoothie-mat, mert hát picit késett a vonat. Nem én késtem, hanem a vonat. Úgyhogy én ezt így menet közben majd szépen lassan elindogálom. Na, úgyhogy akkor folytassuk is. Szóval itten vagyunk. Mondom, itten. Igen, itten vagyunk Lőrinccel. Megyünk. Milyen smoothie? Abszolút házi készítésű. Úgy szoktam csinálni, hogy kettő banán, ilyen kisebb, és olyan, hát egy jó maréknyi málna, fölöntöm tejjel, olyan, hát az összes olyan, mennyi ez? Hát egy pint, tehát olyan szűk 600 milli. Meg egy kanál protein, ilyen tej gyárból maradt protein. Szóval ez az én smoothie-m. És annyit szoktam még így variálni, hogy esetleg nem málnát rakok bele, hanem blueberry-t, áfonyát. Meg mikor mit. Hello Nevermind, szia. Mondjuk ettől nem lesz erősebb a karakterünk Dark Souls-ba, de na mindegy, valamit tenni kell. Igen, hát ebben körülbelül olyan, hát 500 kalória az, ami így van. És kell, mert akarok egy kicsit tömeget növelni. Oké, tehát ez így működik. Irányítani nem lehet. Azért akartam megnézni, mert tervezem használni. Áó. Most miért nem jön senki? Halló? Jó, közelebb kell menni a trigger elődjem. Oh, shit. Na, akkor most nem fog invédelni? Az nem baj. Az kire lőtt?
Eljön a nap, amikor nem férek rá a kis kameraképre. Hát igyekszem nem fejre gyúrni, mármint fizikailag. Úgy szellemileg gyúrok mindig agyra, de... Ó, te ez ilyen nagy darab volt. Szóval remélem nem a fejem fog hízni. Vagy legalábbis. Life ring plusz egy. Anyád. Bocsánat. Jó, itt van egy kar. Ezt meg kéne húzni. Meg nem kéne meghalni az a helyzet. Király. Oké. Fölmegyünk, eljünk ide, megöljük, mert... Oda egyelőre nem megyünk be. Aggódom emiatt a platform miatt. Miért akarok tömeget növelni? Hát izomtömeg. Igazából különösebben más oka nincs. Ennyi, igazából. Ó, oh, oké, és akkor most szintbe jött a platform. Menőség. Elállt a tűz. Nem tudom, hogy időérzékenye vagy. Large time. Na mindegy, haladjunk. Mert nem tudom, hogy időzárása a dolog. Elzártam a zuhát. Hát igen. Ó, oh, ez is ilyen kemény tökű. Semmi baj.
Na gyere! Anyád! És jött. Hello, stopsoros. Szia, szia. Rip. Mi az, hogy rip? Rip. Ne halljak meg. Oké. Okay. Nem tudom néha honnan kerülnek elő itt a enemik. Csak így megjelennek. Fú, stopsoros, én meg a borászat, megmondom őszintén, hogy nem jó. Nincs különösebb gondom a borral egyébként. Szeretem a bort, csak nem értek hozzá. Tehát én nem tudom mondani, hogy egy bor mikor jó, meg mikor nem. Azt tudom megmondani, hogy ízlik-e vagy sem. Tehát én semmilyen szinten nem vagyok szakértő. Megnézhetjük egyébként. Bár mondjuk nekem nincs is Prime-om. Azt mondja, közvetlen közelről fejbelő. Baszki. Na, van még valaki? Oh, shit. Hát azért addig ne állj fél lábon se, Ritadri. Még nem is azért, tehát csak így azért járok edzőterembe is, hogy jó, mert jobban érzem magam. Tehát nincsenek nagy tervek. Topsoros, rákukkantok mindenképp. Miért is ne? Bizony.
Be kéne menni ugye az izébe, ugye a krematóriumba. Mondjuk itt akár mehetnénk is már a bosshoz. Szutyi! Már itt boss van. Boss van a füstkapu mögött, persze. Csak kitalálom mondani. Arra van valami. Az igen. Nem semmi kunsztokat tud a srác. Mi ez a matatás? Hát egy Schwarzenegger az biztos, hogy nem leszek, tehát ez... Azok mit csinál? Nem jó. Nem volt messze a bonfire? Amúgy innen sincs messze, ahova megyünk. Ugye fogynak a zenemik, szóval... Előbb-utóbb elfogynak. Na, ez már itt el is fogyott. Mondom, később se lesz. Sokat. Hát még nincs sok, van még. Lisztes víz. Ja. Lehet. Pumpkin Spice Latte? Ja, kollégák mindig mondogatják, mert ott fönt a irodába, hát abban a házban, amiben vagyunk, ott a 11. emeleten van ilyen étkező, és ott van egy büfé, meg ilyen kávézó jellegű kis kafetéria. Igen. És mindig mondogatják, hogy menjünk, igyak velük Pumpkin Spice Latte-t. Egyszer most már kipróbálom majd. Szerintem soha nem ittam. De komolyan. Na, és jön az egész band. Hagyjatok már békén. Amúgy élőben jobban néz ki, nem is figyeltem itt webcam-e, hogy milyen. Élőben nem néz ki rosszul. A blenderem nem az igazi. Kéne egy jobb blender. Meg ennek nagyon ilyen, tehát hogyha nyomom a blendelést, akkor
Elég ilyen szénkefe szag jön ki belőle, ami nem biztos, hogy olyan jó. Mindegy, működik. Szóval... Nincs baj. Csak... nem mindig működik tökéletesen. Szénkefeszag. Az, 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 igen. Hát ugye, hogy a villanymotor megy, szerintem hát nem olyan precíz, na, maradjunk annyiba ott a szituáció, aztán egy picit úgy. Hát na. Az teljesen biztonságosnak tűnik, stopsoros. Vagy mi? Nevermind. Bocsánat. Este van, már fáradt vagyok. Na, most megcsináljuk jól ezt a részt. Semmi baj. Ezt meghúzzuk. Semmi baj. Amúgy nem tudom, hogy arra kell menni, lehet, hogy a füstkapuba kéne. Nem? Mindegy, elmegyünk, megnézzük azt is. Csak. Idegesítőek. Több boss is van, az
Kiváló. Menjek, amerre jól esik. Jó. Akkor lehet, hogy előbb bemegyünk oda a füstkapuba. Ha eljutunk oda, persze. Hagyjatok már, de komolyan. De csak elfogynak. Jó. Sok szólt veszítek? Hát most annyira nem vészes. Mármint, hogy mindig rossz szólt veszíteni, csak most a szinte szerintem nincs gond, hát 91 szinten vagyunk. A damage-el nincs gond. HP, hát mondjuk az lehetne több, de most szerintem a stream szinten nincsen probléma. A bosszót nem kéne veszíteni. Tehát az a fontos, hogy most ilyen moboktól összejön valamennyi. Ó, már ez sincs itt, nézzétek. Persze jó lenne, ha ez is meg lenne, de mondom, a szintünkkel most nincs gond. Az idegrendszerrel azzal van. Mi a fasz? Igen, az, hogy sokan vannak ezek a hát lovagok, katonák, nem is tudom mik ezek, sokan vannak, meg nem könnyű ellenfeleknek, tehát jó két ütés, de jó kell timingolni azért, ha meg többen vannak, akkor tényleg nagyon nehéz. Az, hogy meg le lehet esni, hát az Dark Souls, nyilván le lehet esni. Na, ez sincs már itt. Ez itt szalad.
még szépen lassan ezek is eltűnnek. Csak hát igen, az igaz, hogy az ő szóljaik, azok már nem lesznek meg. Tehát ez... ez fix. És munka után ide jövök pihenni. Nem baj, jó munka ez. Jó munka. Lehet, hogy kellene venni Life Gemet. Assembly. Web development in assembly? Vagy mi volt a téma? Ó. Azért jól hangzik. Az jól hangzik. Valaki? Jó, hát ha nem jön, akkor nem jön. Én bénázok most egyébként ezzel a leeséssel.
Jó, türelmesen kell játszani. Ez fontos. Nem vagyok béna, tudom, csak... Csak néha. Ez a miért iszol, Kata? Néha. Oké. Jó, akkor lehet, hogy tényleg nem a béna a legjobb szó rá, de... Na, értitek, mire gondolok. Jó. Én úgy gondoltam, hogy ide jövök és megölöm. Ez a fasz itt megjelent. Már bocsánat. Egyébként ez a smoothie jobb, mint egy kávé, komolyan. Annyi energiát ad. Így a agynak is. Tehát így, mondom, még így fölébredek szó szerint. Kicsit olyan fáradt vagyok, vagy tompa, vagy ilyesmi. Megiszok egy ilyen smoothie-t és... Tök jó, felfrissülök. Ennyi? Király. Bírom, ahogy így tipegnek. A távolból. Fú, mondjuk emellé még diót is, az... Már lehet, hogy sok lenne. Ezt nem seg belőtt. Taktixba vagyunk.
Nem marad. Hű, baszki. Ez tüzel? Smelter Demon. Ja, ez tüzel. Jó. Amúgy aránylag jól haladtunk, nem? Megütöttük? Egyszer se ütöttük meg, ugye? Nem baj. Nagy tüzes kő izé. Igen, lehet, hogy a Dex Bill nem lesz a legszerencsésebb ellene, de... megoldjuk valahogy. Legalábbis az ilyen köves, tüzes, akármi ellen... ugye a Souls game-ekben nem ez szokott lenni a... legjobb build. Nem annyira nehéz, csak vigyázni kell vele. Hát akkor vigyázzunk vele. Fire Resist cucc van-e? Mindjárt benézek a zsebembe, hogy van-e valami. Tehát nem lesz gond. Hát, na jó, csak gondolom itt vagy valamit tüzel is. Tehát... nagyon lángolt a fickó, vagy hölgy, nem tudom, az nem derült ki. És hát... oké, úgy hadonászik a nagy bökőjével, de... lehet, hogy lesz tűzizés is. Úgyhogy... kis tűzi tűz majd jön. Jó, akkor erre már nincs senki az elején, úgyhogy elvileg. Ott át tudunk már futni. Oké, ez se jön már itt a lépcsőn. Stamina. Optional. Jó, megnézzük, hát most mindegy. Sebeztünk rajta, okvetlenül. Nem sokat sebeztünk rajta, azt mindenképp hozzá kell tenni. Mindegy, megpróbáljuk még párszor. És mi baj lehet, próbálkozunk. Később is vissza lehet jönni. Kicsit erősebbek leszünk.
Meglátjuk, próbálkozunk még egy kicsit. Csak a boss rán az, ami nagyon... Nem megy be. Nem ment be. Nyomtam és nem ment be. Ajtó előtt van Summon Sign. Jó. Meg kell ölni. Igen. Oké. Jó, hát a két jelszig oké a dolog. Tehát ott már megvan a tax. A két ijeszt, ráadásul azok kemény tökűek. Tehát... azokra kéne valami megoldást találni. Kéne venni majd live gemet. Happening. Igen, az szívás, hogy ezek két irányból lődöznek, de most valamiért ez megindult a híd fele. Ami ad némi taktikai lehetőséget. Egyelőre még megpróbálom ez, aztán hogyha nagyon nem megy, akkor valamit megnézzük, hogy mi van az inventory-ban, amit használhatnánk. Itt tüneteznek el a ellenfelek. Hosszabb karthoz strength kéne? Hát attól függ milyen. Mert lehet, hogy van hosszabb kard, amihez nem kell.
Na. Megöltük őket. De gondolom, hogy ha most benyomom a izét, a... Tehát attól nem fog megjelenni a summon sign, ha én most benyomok egy ilyet. Gondolom. De megjelenik? Na várjatok. Akkor lehet, hogy benyomom. Ó, tényleg. Na. A öreg Lukatil. Jó, behílelünk. Már is megyünk Lukatil, csak... Hát nem tudod, hogy van ez. Na, lássuk. Ó, hogy így meggyulladunk. Oké. Lukatil, nagyon fasza voltál. Oké. Oké. Na, ez menő volt. Igen, az a fire damage az ott volt. Volt egy kis fire damage, és még igen, még itt segítség is azért. Az egy combos volt. Combos volt. Oh, basszus. Ja, hát igen, így nem volt messze tényleg a bonfire. Ja, és ott lenne megint. Kurva jó lenne. Na, mit ad a szólja?
Jó, hát gondolom másik bossra gondolsz, igen. Oké. Okay. Ja, várjatok. Mert még benyomjuk, ha mi esetleg van. Smelter Sword Raid with Unifex to get an aged Smelter Sword. És ez nekünk érdekes? Negyven strength-es Ultra Greatsword-ök. Még az biztos, hogy aki strength build-ezik, annak érdekes. Adjunk egy kicsit a HP-re, most azt mondom. Menjen az egy picit is, az is egy picit. 30-ig lehet, hogy föl kéne tolni a HP-t. Most a damage-el nincs, úgy gondolom. Vettünk fel izét? Chunkot. Titanite Slab. Nem vettünk fel. Jó, akkor veszünk még... Na. Jó. Menjünk tovább. Nem tudom, hogy most ott lent elaludt a tűz esetleg. Ott volt egy item, vagy azzal mit kell kezdeni? Lehet, hogy átmegyünk oda. Csak rápillantok, hogy ott lent a holba elaludt esetleg a tűz. Lehetne holnap is Dark Souls? Jobb, mint a Starfield? Hát őszintén... Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy igazad van. Nem aludt el, úgyhogy akkor vissza. De nyomnám a Starfield-et, mert hát ha... Az a baj, hogy nem jó lóra tettem. Egy kicsit azt érzem, hogy nem a Starfield-el kellett volna kezdeni, hanem a Lies of P-vel. Meg most ugye van a Lords of the Fallen is. Meg biztos beindul. Amúgy én nem tartom kizártnak, hogy beindul. Tehát... való az, hogy most még egy kicsit... lassú a dolog. Semmi baj. Tehát picit még olyan a lassú a játék, vagy hogy mondjam. Meg úgy nem nagyon látni, hogy ez hova fogja... magát kiforogni. Ott beküldtük a csávót a lávába. What the fuck?
Itt van egy ajtója. Használjuk el. Ez is bonfire. Hát de a bonfire most... Itt van közel, nem? Oké. Jó. Érje is van arra. Mondjuk akkor lehet, hogy érdemes lenne. Destructive Great Arrow. Nem tudom, merre megyek most. Fogalmam sincs. De megyünk. Ó, itt is van egy. Be wary of trap. It's a trap. Nem akarom. Nem lehet beugrani.
One way to find out me. És így is meghalok. Ja nem, ott le lehet ugrálni. Semmi baj. Ha! Na, itt mi van? Meglepetés. Anyá... Leugráltunk. Oké. Okay. Sült páncélos teknőc. Igen. Létrát? Kanci létre. Ó. Oh. Az, hogy nem látom a létrát, az nem azt jelenti, hogy nincs ott. Remélem itt fönt egy elzáró van. Ilyen rezsiárak mellett égetni a gázt. Ó, ez se rossz amúgy. És ez pedig elzár mindent. Jenny! Micsoda tippek vannak itt, kérem szépen, meg taxok. Köszönöm.
Na, és akkor most beszemenőjük itt Józsefet. Ki ez? Manhunter O'Hara. Nem tudom, mire lesz jó, de... Jöjjön hát. Scarlett O'Hara. Főnök szagot éreztek? Hugo Boss. Jössz? Gyere! O'Hara. Miért érzem azt, hogy ez egy sárkány lesz? Nem sárkány... Hát a fasz tudja mi ez. Nem sárkány ez. Nem. Nem tudom mi ez. Vagy démon. Nagyon szimpatikus fiatalembernek tűnik. Ne! Belopta. Belopta. O'Hara megmentette az életünket. Fú, egy HP-nk volt amúgy. Azt a kurva. Oh, jó, jó, meglett. Meglett. Jaja, pixel HP volt. Igen, ott a végét kicsit elgrídiztem, megmondom őszintén. De meglett, jó. Primal Bonfire. Hello? Nem tudom, mit csináltam. Okay.
Ja, ez már DLC írja. Ó, oké, akkor lehet, hogy... Itt akkor most még semmit nem tudunk csinálni. Jó, az őszóját el kéne tenni, ugye? Ezt nem kéne betörni. Be lehet. Jó. Na. Lépjünk szintet. Így akkor adunk a HP-ra. Miért is ne? Jó. Na. Viszont ma lehet, hogy megállunk itt, mert hosszú volt a nap. Folytatjuk majd innen. Én most pontosan nem tudom mikor, de hát legkésőbb kedden. Nem. Szombaton, bocsánat. Legkésőbb szombaton, de lehet, hogy holnap. Majd meglátjuk, jó? Mihez lesz holnap kedvem, majd azzal fogunk játszani, vagy Starfield, vagy Dark Souls, kettő közül valamelyik. Jó lenne nyomni a Dark Souls-t, mert szerintem a Dark Souls 2 után előveszük a Bloodborne-t. Mert majd valamelyik nap így ránéztem valami miatt, és úgy nagyon kedvet kaptam hozzá, úgyhogy... Na mindegy. A lényeg, hogy folytatjuk holnap, vagy legkésőbb szombaton, de mindenképp nyomni fogjuk. Na, én köszönöm szépen a mai figyelmet, köszönöm a tippeket, meg hogy itt voltatok és velem együtt szurkoltátok ki ezt a remek ériát. Folytatjuk majd. Nagyon szépen köszönöm a csírt, én kívánok nektek kellemes estét, és további kellemes hetet. Szevasztok!